nézőt a ma esti harmadik meccsünkön, ahol nagyon-nagyon sok minden információnk van a számotokra. Egyrészt az, hogy... Bang! A subscribe chat jön, ez az egyik. A másik az, hogy a felkiáltója egy kikisz parancsal, olvashatjátok ti is azt, hogy el is fogok, tehát gyorsan hadar, még a bajnok választás elején mindenkiben fontos, hogy olvashattátok, tudhattátok, hogy kikisznek jelen pillanatban gondjai vannak a csapatban. Ez a mai utolsó meccse a Unicorns of Love színeiben. Nagyon sok felvetés van, nagyon sok kérdőjel, kérdés, miért a szezon közepén lép ki, hogy történt ez, miért van ez. Valamilyen szinten ő a short caller a Unicorns of Love csapatában, de hány ezerszer hallottunk már olyan mic checket, ahol az adrenalintól kezdve lásd, Arvil, dögölj már meg! Ugyanezt történt náluk is, csapaton belül is, már ment a semmit nem érteni a kollokból, egy-két adat, hogy I have no ultimate, mondja ezt, ultimate, mondja ezt, csacsi. Tehát valahol tényleg bajok voltak a játék előtt, játék közbeni beszélgetésekben, ahol nem mindig működt Isten igazából jól a short call. Tehát valahol tényleg igaz, amit Kikisznek, és ezt mi is belehallgathattunk, mert emellett ugye, amit Kikisz élt meg ott, azt senki nem tudja sohasem maximálisan visszaadni, csak a csapaton belül szereplő játékosok. Így Kikisztől búcsúzik a Unicorns of Love, több felvetés volt, nem hivatalos oldalakon már található az, hogy elvileg Dán fog érkezni majd Junglebe, de Julius neve is fellehető, igazából most az LCS körökben már beakaró jövő játékos között fellehet az ő neve is, tehát nem tudjuk, amíg a Unicorns of Love nem közli a Riot Games felé, akár itt is, akár Skype-on is, amit mi is valamilyen úton látunk, illetve a saját Facebookon, addig semmilyen pontos információ nincs arról, hogy ki lesz az új jungle-ese Unicorns of Love-nak, de valószínűleg nagy százalékban Dan vagy Dan, aki hogy ejti, majd utána kell járnunk, de ennyit erről, ettől függetlenül mindenképpen ugrunk bele a meccsbe is, a tiltások készen vannak, Master G, what? Varus, TF, Kog'Maw és Kalista és Morgana, tehát nem lesz Irisza Morgana és nem lesz Power of Evil Takonya mennybű. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, Csacsi pedig elhozta Sivirt, az a lövész, akit a legszívesebben hoznak el első választásként. Varus ki lett tiltva, akárcsak Kog'Maw, ezzel szeretnék Power of Evil-t egy kicsit hátráltatni a középső ösvényen. Ő azonban elhozza Ezreal-t a középső ösvényre minden bizonnyal, de ne felejtsük el, hogy ő még lövésznek is érkezhet. Hát Sivir mellével biztos, hogy nem. Jogos, így már egészen biztos, hogy a középső ösvényre fog jönni, és ráadásul a sújtása is ott van, kicsit még bele kell rázódni, és ott van Shen. Shen, akivel Csacsi remekül tud teljesíteni, és érdemes figyelni rá, mert köré lehet építeni egy csapatod, hogyha a csapatharcot bírja 4-5-en a Unicorns of Love, ahogy az bírta tegnap, akkor megint egy nagyon jó választás lehet akár Shen. Ezzel szemben pedig ott lesz Ryze, aki ismét csak átjutott a tiltó listán, vannak fontosabb karakterek, akiket tiltani kell, és le lehet győzni. Láttuk, hogy tud veszíteni, akár az ösvényen, akár a játék későbbi szakaszában is Ryze, valamint ott egy trash támogató játékos, aki rengeteg sok mindennel tudja segíteni a csapatát, elég ha a halálsítéletekre vagy az ingyen taxikra gondolunk. Teljes mértékben egyet kell, hogy értsek veled, és Everini érkezik közben Dexter kezébe majd. Dexter elől szeretik tiltani a Rek'Sai, de Rek'Sai is átment a rostán, mégsem hozta el. Everini érkezhet, elhozta, ugye viszit fétek a... A tiltása valamilyen útomódon szinte 100%-ban Froggerre érkezett, és a Twisted tiltás miatt csak egy kicsi nosztalgia, hogy Kikisz elvesztésével Unicorns of Love már olyat nem fog csinálni, hogy Twisted Fate Jungle. Ez Kikisz hozta be? Shaco Jungle, Kikisz hozta be? Gnar Jungle, Kikisz hozta be? Ezek nélkül Unicorns of Love óriási olyan erőt fog veszíteni, ami a beköszönő szezonjukban a tömkelegét vitte el a hírnevükben, hogy mindig olyat választanak, amit kutya régen láttunk, és senki nem gondolta volna. Lásd, Alice, akár volt már Alice LCS-en? Itt most nyáron? Szerintem nem volt. És hát Kikisz, nem tudom, de Kikisz mit mond, hogy hozunk? Hát miért ne hoznánk? Hát Yolo meg Swag utolsó meccsen még mindenkit jó szét rakok Alice-szel. Ez kemény. A dzsungelbe érkezik majd egy Alice. Nagyjából tavaly év óta, az előző szezon óta nem láttunk ilyet.
hogy érkezett volna. Nekik is gondol egyet, és elhozza. Vele szemben ugye Froggen lesz a Froggen választotta ki Evelynt, aki majd érkezni fog a dzsungelbe. Dexter kezei közé, aki a tegnapi napon 3-1-1-es statisztikát ért el, mindössze 15 perc alatt rendkívül jól teljesít a játék korai szakaszában. Így félő lehet, hogy majd áttekintget Elise jungle-ébe, és megpróbálja azt egy kicsit lerabolni, vagy az ösvényeken segíteni. És még egy láthatatlan karaktere lesz az Elementsnek, ugyanis Tabs elhozza Twitch-et, aki a Q képességének köszönhetően láthatatlanná tud változni, így akár olyan szituációk is kialakulhatnak, amikor nem is látja a Unicorns of Love, hogy hamarosan bajba fog kerülni. Így zárójelben tenném hozzá a bajnokválasztáson kívül, hogy én nem tudom, én végignéztem mind az öt Unicorns of Love játékosnak az arcát, nincs nagy öröm és boldogság, egyértelmű, most ilyen hírek rohangáltak össze-vissza, hogy ilyen pofon csattan, olyan pofon csattant, meg aztán ez volt, amaz volt, ilyen háború, olyan háború, aztán kikisznek is igazából lefújja itt a dolgokat, meg elmegy itt viharkeresztesen, meg nem tudom még, hogy hova, de semmiképpen sem a Unicorns of Love maradt, szóval itt nagyon sok kétség van, kérdés és kétel, hogy mégis most mi van, de hát mi nekünk a meccsekkel foglalkoznunk, nem pedig a drámával, az nem ránk tartozik, de ettől függetlenül... Hát nem tudom, én valahol azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy pontosan mi zajlik ott most a házok táján, de hát ez függetlenül ugye Kikisznek illik egy jó kilépővel búcsúznia ebből a csapatból, szóval Elise-szel megteheti azt, hogy hát srácok, behoztam a metába Elise, hogyha jól szuperál vele, és meglátjuk, hogyan működik. Elise, rá is zoomol már most a Riot Games, hogy nézd már, új metát hozott be a srác, hát zoomoljunk már rá, hú, de jó! És nagyon Kikisz köré építünk, hogy ugye utolsó mérkőzése, és még meglepőt is hoz, de itt van, erről nem beszéltünk soha, egy Twitch választás, amely szintén nem egy túl gyakori, tehát azt mondanám, hogy ritka inkább az LCS keretein belül, nem egy megszokott lövész, egy Doran pengével jött ki természetesen, a Elements csapata pedig már tekintgetne át a Unicorns of Love dzsungelébe. És Power of Eagle még? Varázs sebzés és ezrő tudását nem biztos megcsirogtatta volna már eddig. Na most lehet, hogy hülyeséget mondtam, szerintem én nem hozott még ezrőt Power of Eagle valószínűleg, de teljesen mindegy, ha hozott is, most megint hozott, az a lényeg. Őrszemek közben kirak a Dexter agyára, még Dexter így sem bukik le. Hát nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Elise mit fog produkálni Kikisz, milyen ütemben tud úgymond gyorsan érkezni is. Agresszív játékot bemutatni nekünk, úgymond, mert akkor is nézzük, Dexternek baromi jó a helyezkedés kell ahhoz, hogy a rajtaütése az kellemetlen legyen, de olyan régen mondtam, hogy kikin kell majd kikisztől ahhoz, hogy egy jó lefogással kezdeményezhessen majd, és azt már viszonylag hamar az első szinteken megszerezve tud kellemetlenséget okozni. Igen, de ne felejtsük el, hogy ezért még egy láthatatlan karaktere van az Elements csapatának, így a rajtaütés úgy is érkezhet az alsó ösvényre, hogy egy mindent látó összem hiányában mindössze csak Nifet fogja látni a Unicorns of Love csapata. Kettő az egyenlő szituációban gondolhatják, hogy na akkor most rámenjünk, és közben még két ember gyorsan változik a szituáció, 2-3-ra változik. És kezdődik is. Ahogy mondtuk, ez a bizonyos mérkőzés, ösvény cserének szemtanúi nem vagyunk, mélységi őrszemeket nem rakok ki egyik csapat sem. A Unicorns of Love egyértelműen nem fog átmenni a másik jungle-be két láthatatlan játékossal szemben, mert te itt nincsen senki. Püf! Hogy ne lettek volna Vakker? Hát ott volt két láthatatlan karakter is, egyértelmű, hogy így nehéz. Krug és Grom szedéssel kezd Nif, Tabs, Vordax és Hillsong, ennek köszönhetően plusz tapasztalati ponttal jött ki mind a két páros. És a támogatóknál érdemes megfigyelni a tárgyválasztás. A Unicorns of Love oldalán Alistar egy ősi érmével jött ki, ugyanis neki a W képességével gyógyításra van lehetősége. Ezzel szemben Nifnek a Thresh-e gyógyítani nem tud, ezért szüksége van a erekje pajzsra, ugyanis így bizonyos mértékű gyógyítást tud biztosítani Tep számára, ha nem is nagyod, de azért valamelyest mégis, és az a pajzs, ami a W-vel tud adni a lámpással, az is valami keveset tud biztosítani számára, viszont arra nem biztos, hogy elég lesz, hogy egy szivire szemben tudják tartani az ösvényt. Ugye már ez a két csapat egyszer össze találkozott egymással korábban, akkor a Unicorns of Love jött ki győzedelmesen, és van egy szünetünk, és elfelejtettem felrakni a másik gépre a Skype-ot, így telefonra fogom puskázni, mi az oka, de ettől függetlenül ne felejtsük el, hogy
azon a meccsen kb. 6000 aranyelőnyel vezetett végig is a Unicorns a végén, amikor bedölt a Nexus, és viszonylag maga lassan, de maga biztosan nyerte meg azt a meccset. Nem igazán tudott Froggen sem kikerekedni, mert igaz a Froggen is lehetne az a játékos, mint a TSM-nél mondjuk Bjergsen, aki hátán vihetné a csapatot, mert Froggen is tud olyat, amit mi nem, például dédoszolni! Vagy az, hogy valakinek valami problémája vagy van. Vagy lehet ügyes, az is lehet. Ha jól láttam, a Unicorns of Love-nál történik valami, lehet, hogy náluk van a probléma, biztos kávét öntöttek megint a billentyűzetbe, de nem mert ivott belőle, úgyhogy ezzel probléma nem lehet. Térjünk ki egy kicsit a Twitch-re. Ritkán látjuk az LCS berkein belül. Ott streamelünk Twitch-e. Tudom, nem volt jó. Igen? Tehát lépjünk tovább. Ritkán látjuk Twitch-et, és ez nem is véletlen. A játék korai szakaszában nem igazán lehet őt kihasználni. Támadási sebességre van szüksége, hogy a méreg jelzőket minél gyorsabban felpakolja az áldozatára, ezzel igaz sebzést, tényleges sebzést víve be az ellenfélnek, ezért a tankok ellen is jó választás. Azonban látom ennyi már... Ennyi a szünet. Nem tudjuk, mi volt a szünetnek az oka, de már megy. Bocsánat. Megy, igen. Tehát Twitchnek el kell tennie minimum egy 25 percnek, hogy úgy igazán kikerekedjen, ha csak nem szalad meg egy-két gyilkossággal jó támogatásoknak köszönhetően, de bőven a játék késői szakaszára rendezkedett be jelenleg az Elements csapata, és a korai szakaszban mindenképpen a Unicorns of Love-nak kellene dominálnia, és nagyobb hátrányba taszítani az Elements csapatát, kikészhez pedig Dexter látogat át, és egy őrszemet ki is helyez. Igen, és ugye, ha minden igaz, akkor ugye azért vagyok nagyon szomorú, mert Alice-nek a kükünye, ha minden igaz, gubó. Aminek köszönhetően lehet, hogy el kell felejtenünk azt a szót, hogy kükün, pedig nagyon szerettem használni. Thanatos, ez gubó? Gubó. Nincs több kükün, no, csak gubó. Kva! Nem, gubó. Nem kupak, gubó. Na lehet a függetlenül 4,5 percnél járván, akár Jarvan, de Hjarnan meg aztán semmiképpen sem. Jaj. Na szóval még egyszer. Tehát Sárkányra a kezdeményezés ugye jóval nehezebb lehet. Miközben látjuk nagyon jó, hogy Froggen van kint a középső, és ilyen két teleportra állt rá, az Elements. És érdekesség az, hogy tudom mi a poén, hogy láttam majd egy Thresht. Nézd már, Thresh egyedül van kint az összes, öljük meg! Ki jön a két láthatlan karakter, ki jön a két teleport? Ott leszek öten hirtelen, most akkor mi van? Hát, ott elég nagy pácban lesz Unicorns of Love csapata, és könnyen toronyba és sárkányba is kerülhet nekik, ha ez az alsó ösvényen történik. A felső ösvényen viszont sem lehet bajban Vizi csacsi irányításában, hogyha egy vasmacska talál, akkor Dexter megindulhat. Miért is ne? Csacsi pedig, hoho, vasmacska talál, Csacsinak villanása van, ki is villan, de késő, azon jön a J-Wap, Dexter pedig rávin az agyára, hát ha visz sebzés, még a villanás is pluszban, az Elements kezdi el a mészárlást. Az első gyilkosságot az Elements csapata tudta elhozni, viszont nézzük meg az idézői képességben ez hogyan néz ki, bár el kellett használni a villanását Csacsinak, azért kettő is kiment, hogy be lehessen őt fejezni. Mind Dexter, mind pedig J-Wao elhasználta a sajátját, így a későbbi erőben akár egy rajtaütésnél nagyobb problémába kerülhetnek. Igaz, hogy J-Wao a vasmacskával egy menekülési képességgel rendelkezik, viszont ezt nem minden esetben lehet használni, és ha jól pozícionál Shen, valamint a felbőszítése is talál, onnantól a gubóban már egyszerű lesz elkapni az ellenfelet, és meg lehet akár egy gyilkosság is. A lopás pedig jó. A lopás jó Kikisztől, aki most már ugye 5-ös, Dexter csak 4-es, tehát tapasztalati ponttal többen egy hajszállal van több igazából csak Kikisztek, és meg is vagyok lepődve, mert ugye Dexteren gyilkosság is van, ugyanannyi farm, és még csak 4-es. Hát Kikiszte, hogy farmolt? Hogy csinálod ezt, fiam? Hogy már most több, szerintem utolsó meccse ugye Unicorns-on lenne, akkor belőtte igazából az aimot, a VH-t, meg a hacket, hogy hamarabb legyen meg 5-ös szintű. Hamarabb lesz majd ultia, Alice-nek is. Valamikor majd, csak talán. Hát már és... van ultia. Na leesett, ugye? Jó van akkor. Csak ez annyira gyenge volt. Köszönöm. Na mindegy, térjünk inkább a mérkőzésre vissza. Farmbeli különbség még nem igazán tudott kialakulni a felső ösvényen kívül sehol. Ott egy 10-essel Csacsi az, aki előrébb áll, ami furcsa, ugyanis ő volt az első gyilkosság áldozata, és egyfolytában tolja az ösvényt Nautilus.
A torony alatt lehet farmolni Shennel. Nem olyan lehetetlen feladat a Q képességével és az alaptámadásával, mint a passzív képességével is jól tud érkezni, akár csak Hidisang a középső ösvényre. Így is van, Hidisang itt van, jön viszont Nifi szintén. Közben megjött az információ, miszerint Hidisangnak a klaviatúrájával volt probléma, ugyanis nem reagált semmit. Tehát a Unicorns of Love-ban Kikis mindig is erős volt és ügyes volt abban, hogy hogy kell felrúgni egy számítógépet, vagy egy hangkártyát belőle igazából. Valószínűleg Hidisang is rájött, hogy lehet klaviatúrát szétverni, vagy kirúgni a gépházból. A Unicorns of Love játékosai agressziak a számítógépekkel. Szerint és az ellenfelekkel is. Azokkal is, egyértelműen. Ugye ahhoz képest, hogy Csacsi büntetve volt felső ösvénye farmon, teljesen jól áll. Ugye az, hogy őt megüljék, két villanás ért. Teleportját, ugye Csacsi elhasználta a TNG, van pedig még van, de semmi végső képesség. Mindig is az a pont, amit tegnap is sokszor kiemeltünk, hogy kétszer akkora mobilitást ad Shennek így, és a felső és játékosnak. Power of Evil közben megkapta a kék erősítését, ezzel rendelkezik, gyorsabban lehet a képességeit használni, valamint mana regenerációra is szertett a ragyogás elkészült rajta, akár csak Elisen, így tudni lehet, hogy mind a két karakter először a rúna pallos tárgyat szeretné megvásárolni, ezzel majd tetteti sebzésre szertetni, és Ryze egyelőre a középső ösvényen nagyon gyorsan tud tolni, erre reagálnia kell Power of Evilnek, aki egy kis farm hátrányba került, Kikis pedig ninjaként érkezik a felső ösvényre. Érkezhet is egy jó Gubo! És jöhet Dr. Bubo! Ha! De rossz volt! J-val végül is ugye villanás nélkül csak a falra támaszkodott vasmacskával. Nem jó a felbőszítés vízi csasitól. Így is nem tud rá érkezni. Evelyn ennek köszönhetően nincs gyilkosság a felső ösvényen. Rogannek pedig saját magának kell leszedni a kék erősítést, ha kell neki, ennek köszönhetően pedig a manája már teljesen elfogyott, Nipnek kell végül érkeznie segíteni, de ez megtörtént az alaptámadások után, pedig egy új képességgel Froggen végül elviszi az erősítést, hatalmas üdvrivalgás, megküzdött a kék gólemmel, Csacsi pedig akár bajba kerülhet. Bajba kerülhet, megint jó a vasmacska, Taumontra nincs energiá, vízi Csacsinak megint csak meghalhat, pacs! Dexter hozzá a második gyilkosságot is. Nagyon ráültek Csacsinek a fejére. Tartanak a magyar fiútól, miért is ne? Hát Shen, azért, hogyha nagyon ügyes Shen kezeli ezt a Shent, akkor mindenképp be tud majd settenkedni a sárkányhoz. Nagyon szépen alliterált. Köszönöm. A felső ösvényen volt ez a kis csetepaté. Jól érezte Shen, hogy itt bajba lesz, ugye Csacsi? De megkapta a végső képességet Evelyntől, utána elugrott még igazából a felbőszítés képességével, de a vasmacska még pont betalált, onnan a lassítás pedig már bőven elég volt ahhoz, hogy a ragyogásnak ami rajta nincs, úgyhogy nem ezt akartam mondani, tehát igazából megkapta a sebzést, akárcsak Froggen. Jön, Hidisangról mindenképpen szagot fogott Froggen, de abszolút le lett denyolva. Hidisang nem kell Froggen testéből, de a mindenáltal őrszenet sikerült kipucolni, így Dexternek a mozgását már annyira nem tudja követni Unicorns of Love. Ugye a teljes, Iovine szóta mindig emlegetni, hogy teljes őrszem kiépítési rendszer változik, ha már Evelyn van. Szerintem még jobban változik, hogyha igazából még egy Twitch is van pluszban. Jó, közben mindenki a felemelkedése Kikisnek. Nem mondanám azt, hogy nem láttunk már ilyet. Kikis szeret átjárni a másik jungle-be, de úgy, hogy nem lát semmit. És ennek között megint összecsukták hárman, de cserébe alsó ösvény tornyot dönt Unicorns of Love. Annak ellenére, hogy a tornyot ők döntötték be először, arany hátrány figyelte meg, bár nem sok, a három gyilkosság bőven tudja kompenzálni a torony hátrányt, és idővel azért a tornyot be lehet cserélni. Viszont, ha elég sok gyilkosság hátrányba kerülsz, akkor le fogsz maradni az ösvényen, nem lesz meg a sebzésed, és pont a játék korai szakaszában hátrányba kerülni egy olyan csapat ellen, akik inkább a végére rendezkedtek be, hát nem biztos, hogy a legjobb forgatókönyv. Ez teljes pedig így is van, Dexter pedig a másik mindenlátó örmet takarítja ki a pályán, ezen kívül van még egy. Előbb-utóbb pótolni kell őket, mert Dexter mozgását le kell valahogy követni a Unicorns of Love-nak, de a sárkányra ahhoz képest, hogy tele vannak olyan karakterekkel a Elements játékosai, hogy végülis valahol úgy tudnak közlekedni, nem látják őket, mégsem tudnak a sárkányról semmit, és még a felső ösvényt tolni és áll a Unicorns of Love-nak,
kérdés, hogy ugye ha már volt két rajtaütés, és még ezért a torony nem lett elhozva, mikor fog ráállni az Elements arra, hogy Chojiro alól még a tornyot is kiszedjék? Kérdés azonban, hogy megéri-e még Chojirót büntetni a felső ösvényrend. Minden gyilkossággal egyre kevesebb aranyat fog érni, valamint ő kezd egyre tankosabb is lenni, időt fognak vesztegetni azzal, hogyha rámennek. Viszont Evelyn ott van két gyilkosság, sőt már három, mire ezt kimondom. 15. perc előtt megint megszerzi a három gyilkosságát Dexter, a játék korai szakaszában gyönyörűen használja ki megint ezt, és a felső ösvényre érkezik már Vardags, valószínűleg csatlakozik hozzá, majd Kibiszáng is nem sokára, és egy ösvény cserét kezdeményez ugye 13. perc a Unicornsokla. Nagyon érdekes még azt, amit nem igazán hoztunk fel a bajnok választásnál, hogy azért a Sivir-re elhozása a Vardagsnak két dolog miatt is nagyon jó. Az előző meccsen Tebs baromi jó Sivir-t játszott. Hármas, négyszeres gyilkosságok tömkelege, de Vardags behúzatja magát, közben Dexter megint csak jön. Vardags után viszont érkezik itt hátul, majd előbb-utóbb Hillsong, és Kikiz is úton volt egy darabig. Egy darabig, de mikor látta, hogy itt már véget ér a konfrontáció, nem is ment tovább. A minionokat el lehet tüntetni Vardags részéről, aki minionok farmása, jól áll. Dexter pedig bajban lehet, igazából a vérdíjat le lehet szedni a fejéről, miért is ne? Jó, az shutdown, megállítás így Kikiztől, aki láttuk, hogy pókformájában ugrál föl és alá. Ennek köszönhető, hogy Unicorn Club már vezet aranyban, meg Dexter nagyon sok lóvét ér, de még torony hátránya van az Elevensnek, az előbb-utóbb be fogja dolgozni, a más nem Frogger, jön Power of Evil védeni a tornyot, de fent meg a Unicorn Club megy, Chojival együtt Hillsong és Vardags dönteni a külső tornyot megint csak a felső ösvényen. Előbb-utóbb a külső tornyok döntésével a map control átvert a Unicorn Club még 1-3-ban is. Igen, és egyébként már elkészült a Banshee Fightla első tárgynak. Nautiluson. Nagyon érdekes tárgyválasztás a játék korai szakaszára. Sokkal népszerűbb választás például egy naptűzkefején, hogy az ösvény gyorsabban kitakarítsa, hogy mindenképpen tankosítani a Banshee Fightlan nem a legmegszokottabb korai tárgy, főleg nem egy Shen-nel szemben. Viszont ott van Elise a dzsungelben, valamint a középső ösvényen egy Ezreal, akit láttuk már, hogy olyan sebzést ki tud kiosztani, mint Pepinero kezében, mint Bjergsen kezében, nem hiszem, Power of Evil képességei sokkal kevesebbek lennének, ha egyetlen kevesebbek, mint ezen játékosoké. Teljes mértékben így is van. Sárkány körülbelül két és fél perc múlva majd jön. Na most a következő sárkányra az Elementsnek már van most legalább kint egy olyan őrszeme, ami szoszó. Hasonlít arra a lehetőségre, hogy látni fognak valami kis mocorgásat a környéken, de azért mindig nem egy a magabiztos őrszem az Elements által, hogy biztosan jókor, jó időben büntethessék a Unicorns of Love-ot, de mire ezt én kivonnom, bedőlt az őrszem, nincs őrszem, Kikiz pedig lebuktatott még egy őrszemet, totálisan ki van tisztítva a folyó és körülötte levő terep a Unicorns of Love által, hiszen pedig jön neve, mellé megy minden két képessége, főleg azért, mert elvillant először Nip, Frogger pedig aztán szintén próbált kitérni a felütés elől, sikerült is. Igazából visszavett kergetni, neki túl sok életre nincsen, de végső képessége ezinek már kiment. És nem megállva, ez még kevés ahhoz, hogy meghallja a Frogger villa, jön Dexter! Dexter el lett lökve Hillsong, által jön a telefon Chojitól, Dexter bajban lehet. Jó, a lámpás, hátul pedig J-Valve jött volna még betörni. Gyönyörű az ITV Hillsong által, az indítványozott támadás visszaverésével köszönhetően igaz a Unicorns of Love fellélegezhet. Az alsó ösvényen pedig már Vardags megy tovább, szeretné elhozni a tornyot, erre reagálni maximum Evelyn tudna legkorábban, de mivel ott van mind Chachi, mind pedig Kikiz, így nem lehet igazából erre fordulni, és elhozza a Unicorns of Love a következő már harmadik tornyát, a középső ösvényen ezt megtorolja az Elements csapata, de ők második szintű tornyot még nem tudtak leszedni, nem úgy a Unicorns of Love. Igen, és idő kérdése, percek kérdése, mire Unicorns of Love a sárkány előtt, de inkább után majd a középső ösvény külső tornán is szert akar majd tenni. Jelen pillanatban van 200 arany különbség a két csapat között, sőt 100. Pedig két gyilkosság előnye az Elementsnek van, de mind a három Dexteren van, és Dexternek be kell nagyon durán tankosítania. Tehát ő igazából az a karakter lesz majd a játék során, aki a helyzetet alakítja majd ki. Tárcán próbálja majd kínálni azt, hogy már csak bele kellene durrantani a képességeit a csapattársainak. És rajta levő három gyilkosság nem viszi előrébb Frogent, és nem viszi előrébb Tebzet sem. Nem bizony, viszont a látókövek már elkészültek mind a dzsungeleseken,
mint pedig, hoppá, közben Dexert sikerült elkapni, de az ingyen taxi tökéletes, Niftől sebzés, kikerülték, és Dexter továbbra is maximális életerőn a középső ösvényen. Tehát a látókövek elkészültek, a rálátást most már mind a két csapat tagjai tudják biztosítani a csapat számára, de egyelőre úgy néz ki, hogy az Elements az, aki sokkal inkább kihasználja ezt, tőlük sokkal több őrszemet láthatunk még akkor is, hogyha az előbb láttuk, hogy kikész bizony ezért egymás után szedegette ki az őrszemet. Ez így is van, Nid pedig jönne Jayvával együtt valami úton, hogy védeni a tornyot, de azért rossz útvonal, ott nem lehet bejönni, kérem szépen. Warlax pedig már vadászaton van, Dexter hátul már el lett zavarva, Dexter pedig ki is villant, jó viszont a doboz az Elements-től. Hiriszen pedig próbál lelökni Froggen Power of Evil-ről, most még sikerül, de meghalt közben kikézve. Csacsi befejezte hátul Jayvával, egy egyesere, lassan lesz energia a felbőzítésre, de a lefogás rájztól jó, így meghalt Csacsi 2-1-esere az Elements-től. A lehető legrosszabb pillanatban, ugyanis éred a sárkány, erre fog tudni fordulni az Elements csapata, és Csacsi az, aki 20 másodperc múlva éled. Végső képessége és teleportja sem elérhető, így hiába rendelkezik két képességemvel elvileg tudna csatlakozni, mind a kettő töltési időn van, és hárman már ott vannak az Elements csapatából arra, hogy elhozzák a sárkányt. A jelzők már kigyűltek a méregből, Tebz csapatának, Tebzen pontosabban a sárkányt próbálnak. A végső képesség ezért túl korán érkezik, Elise még messze van, 6%-os támadási, pontosabban fizikai és melyikus sebzésre rendelkezik most már az Elements is, itt pedig a visszajátás. Jön a mélységi roham, és Power of Evil-re azonnal a végső képesség teleporttal, jön Froggen, és gyógyítást is el kell használni a várnaknak, a sebzés kijön, viszont itt jön ki Tebznek a végső képességének az igazi ereje, a csapat harcokban végig lehet több embert is darálni, ha egybe vannak, Dexternek elfogyott a manája ugyan, Froggené még megvolt, így besikerült fejezni Csacsit, 2-1-es csere az Elements javára, és még a sárkányt is el tudták hozni. Na de ez a külső ösvény tőle már régóta halálra volt ítélve, be is tölt. De halálos ítélet, Nif meg jelen pillanatban ugye villanással hamarosan fog rendelkezni, tehát egy ominózus nagy play lassan tőle is jöhet. 5-2, tehát végül is gyilkosságban vezet az Elements, de aranyban nem, főleg ugye a döntött tornyok száma miatt, és egyen jelen pillanatban vezet a Unicorns of Love, 19,5 percnél, 1-1-es sárkány jelzőnél, így mind a 10 játékos fel van ruházva plusz sebzésre. Hát igazából úgymond a következő csapatküzdelem kialakításában levő részvétel és kialakított helyzet lesz majd az igazán sorsdöntő, meg hogy Vizicsacsit hány évig akarják még büntetni. Hát így is van már 3 halál a szerencsétlennek, hát mindig őt akarják megölni, minél nap mögött bújni viszont jó, főleg hogyha halálos ítélete van a Nifnek. Öten pedig már az Elements játékosai a felső ösvényen próbálnak előre nyomulni, és ebben a pillanatban élet a baronna sor, erre fordulni még nem lehet egyik csapatnak sem, akkora előnyt nem sikerült senkinek sem kiharcolni, bár gyilkosságban az Elements vezet, Unicorns of Love a tornyokkal ezt tudja kompenzálni, és a sárkányás is nagyon kiegyenlített, ugyanis egy-egy Power of Evil hozza el közben a penge csőröket, ő a sújtásnak köszönhetően ez elég könnyen meg tudja tenni, és 192-es farmmal rendelkezik a 21. percben, ami nem elhanyagolható, vezet Ryze-zal szemben, akárcsak Vardax Tebzzel szemben. Ezek olyan apró előnyök, amelyeket tovább görgetve a mérkőzés későbbi szakaszában is, akár még a Unicorns of Love javára válhat. 20. perc után pedig most már nyugodtan kijelentettem, hogy vége van, véges régen a játék első szakaszának. Ezen a másik szakasza, ez főleg az ösvény fázisok változása miatt is látszódik, ugye, hogy már nem igazán vannak ösvények, hanem vannak érkező minionok, amiket le kell farmolni a volt ösvény tulajoknak, de inkább, leginkább volt az a küldik el, mert lövésznek mindig jól jön a farm. És ez azt jelenti, hogy az ezrőnek az ideje most jött el. Látszik is, hogy Ludenvíz hangja megjött, júniai pincipje van, tehát ő igazából visszatöltési idővel már mindenképpen kevesebben rendelkezik, így tud mindenképpen osztani a rakat sebzés magából, úgymond kihányni a képességeit akár. Meg persze a végső képessége, aminek a töltési idejét tudja a misztikus lövésekkel csökkenteni, bármikor el lehet küldeni egy ösvényen, hogy ennek köszönhetően is sokkal gyorsabban tudjanak előre nyomulni. És nem beszéltünk még ugye Sivirről, akinek a minion eltávolítási képessége a lövészek közül talán az egyik legjobb. Érdemes ezzel is számolni, hogyha a split pushra kerül a sor, akkor nincsen, mind Vardax bevethető, és ezzel is úgy, hogy ott sincs a végső képességével, ezt meg fogja tudni tenni.
Teljes mértékben ez így is van, mondom, a sárkány még, hát ez megint csak egy két és fél, inkább három perc van lesz. Nem mondanám, hogy a sárkány most túlságosan nagy, fontos szerepet töltenek ki a játékban, de hogy azért fog majd küzdenet folyni, az már viszont majdnem biztos, mert hol máshol, ha nem a sárkánynál, vagy hova máshova, nem a kikába. De 2-5-nél, hú, ez egy reklám volt, az a se baj, mégsem beszélnénk velük. Ettől függetlenül, hogy a 22 perc után járva, igenis ki lehet emelni azt, hogy minden pillanás idézőképesség szinte a helyén van, és ha ezek az összes betöltődik, Miffé például, Dexteri, másik oldalon Wardak, Z és Csacsi, akkor ott küzdelem lesz mind a két oldalról. J-val akkor egy taxia lenne, hogy odaig el tudna menni. Húzás mellé, taxi közben lejárt, tehát J-valnak ez a vasmaskát el kell használnia a saját magával, tudja majd arrébb helyezkedni, a lassítás még jó, de Kikiszt pedig megy. Kikiszt puskából lőtték ki, és jó még a gubó J-valra, megy még Csacsi, és az ezré végső képesség ugye nem sebez túl sokat, mert a Benchik fájt le már ott van, J-val van. Ott bizony 5 támogatással rendelkezik Jéva, ő az egyetlen, aki az összes gyilkosságban benne volt az Elements oldaláról. Ezzel versenyezni nem igazán lehet, lekergették a pályáról egy villanást, ki lehetett hozni, viszont ő inkább a vasmacskáival fog kezdeményezni, annyira nem nagy hátrány, viszont a második ketteszint arany dölhetne. Vadászaton ment Vardazné tisztább, Csacsi pedig jó taunt a Nip a célpont, Nip felrobbant, jön Froggen, viszont Vardazné és Kikiszre, Froggen visszaemli, bár elment a pajzsa a szemafölöléséből és mellé a képessége. Kikiszt még menekül, kijön még Vizi Csacsi, Powerfield-nek viszont nincsen malája, 1-0-ás erre ez csak összességében, de itt teljes mértékben rossz szituáció volt a Unicorns alap, és megúszta úgymond, és Froggel egy kicsikét jobban céloz, akkor itt még akár két gyilkosságot is bezsebelhetett volna, de ahogy telnek a percek, nem csak ezre erősödik, hanem Ryze is megölhetetlen lesz majd később. És ha lett volna ezre a végső képesség, amelyet az előbb elhasználtak arra, hogy Nautilus megpróbálják befejezni, akkor még több gyilkosságot el lehetett mozni. Itt a visszajátszásunk. Dexter hátulról őt nem látják. Ott egy őrszem, amire a teleport érkezik, ezt lereagálja azonnal. A Unicorns of Love csapata, a nyúzás jó, a doboz szintén, de bele is hal ebben itt, és elhúzódik a csapatharc, jön a vadászaton, a mélységi roham, Vardagzon, de Csacsi pedig védi a lövészét a végső képességgel, ezért villannia kell, hogy kimenekülhessen, a gyilkosság megvolt, és nem hagyta hosszúra nyúlni a csapatharcot a Unicorns of Love, mert tudta, hogy itt ők rosszul jönnek ki a bal sokáig. Sárkány viszont él, Benchi fájtát sikerült leütni J-Valra, de Hiddisztának töretetlen akarata nincsen, így ki is fókuszál, teljesen jó a Cole az Elements-től, ember hátrányban a Unicorns of Love, egységben az elővégső képességek Vizicsacsinak van, de ember hátrányban azt mondani, hogy nem éri meg a sárkányer embert is vért áldoznia, de időzítőjük lesz, Powerfield végső képesség kijött, de ez igazából már későn, és amit még ezzel fel akartam hozni, hogy van ez a ratatatatatata végső képességet Twitchnek. Hát ezekben a bombó kombókban úgymond nem olyan csili-vili, nem olyan szép és csillogó bombó kombó, mint mondjuk, amit tennap Gambit pakol össze Yasuoval, Oriannával és a többivel, de abban a töménytelen lassításban, töménytelen kábításban, és ugye az összecsomagolásban meg is közre zárják a Unicorns of Love barát, ha még a Twitch elkezd majd lőni, mint a hadibarom, rakatsebzéssel, akkor ott még baj van és lesz a Unicorns of Love. Bajban bizony ezért nem hagyhatják, hogy túl hosszúra nyúljanak ezek a csapatharcok, vagy tebzet kell minél hamarabb kiszedniük, de olyan jól meg van védve egy Nautilus, valamint egy Ryze által, Thresholdról nem is beszélve, hogy nem tud egyszerűen a közelbe se kerülni a Unicorns of Love csapata. Vardagzot kell védenie Hillisangnak, Csacsinak kell a frontvonalban valahogy elkapnia tebzet, viszont ha láthatatlan, akkor a felbőszítés képessége sem lehet elegendő ahhoz, hogy őt elkapja. Kikiszt marad az egyetlen lehetőség, akinek az ereszkedés képességével kellene beérkeznie a gubóval kábítani, és megvárni, míg a csapattársai a többit elintézik, de ahhoz, hogy elkapja, ahhoz azért kell közelség. Zinyen Daxival Nif folyamatosan tudja igazából valamelyik társát kint hagyni, úgymond a frontvonal mögött, és ugye előbb-utóbb majd berántan az ingyen taxival, viszont őrszem pucolás az megy, de a régi bevált taktika az, hogy mindent látja őrszem mellé, sima őrszemet is elhelyez valamely csapat, akkor azt hiszi a másik, hogy ha-ha, itt most már nem látok semmit, alá egy fényfenét, ott egy másik őrszem. Hiddisztának töretett lakarat, hogy most viszont van, teljesen másik stílusban rohangál Hiddisztank. Amikor tudja, hogy ő bírja, akkor miért nem menne magát behúzatni, de igazából az előző küzdelemnél láttuk is, hát küzdelem igazából bikavágásnál, hogy milyen az, amikor nincsen hiszen a törhetetlen akarata,
Froggen pedig végül is villanásra nem rendelkezik, tehát a képességhez viszonylag közel kell mennie valamilyen úton módon. Csacsinak végső képessége van és lehet jönni, Hiriszangra érkezik, az viszont jó bobó kombó! Jó volt elbőszítés, mintha ott a hátul forrazott nem védi senki! Meg is halt, Tervs pedig lő mint egy állat, de Power-et ívül még egy darabig birta, és Csacsi még hátul, kettős gyilkosság a befejezi J-Wow-ot, wow! Egy, a kettő van, a Power-up ívül, többet cserélt az Element, de olyan szint csúszás volt a Csacsit, hogy mindenki fel kellett emelnem a hangomat. Az alsó ős viszont mennyi rakat minion. Fent is mennek minionok, a közés ős ilyen pedig igazából a Power-up ívül még bírja. Itt a visszajelzés, hogy mi történt. Hiliszang elől próbálja feltartani az ellenfeleket. Dextert még nem látták meg, és most jön ki a mélységi roha mezőre. Két emberes a feldobás, a Taunt szintén jó két emberre. J-Wow el tud hátrálni, Nip az első halott, és most érkezik Dexter és Tabs oda is villan, hogy két embert el tudjon hozni, aztán fordul a harmadik, de The Power of Evil érkezik, be tudja fejezni. Csacsi pedig még a felbőszítéssel odaér, és le tudja csapni J-Wow arcát, így kialakítva a 4-3-as cserét, amivel az Elements játszott. Jobban jár, továbbra is egál az arany elő mind a két csapatnál. Amikor ugye Hiddisangra érkezik az egységben az erő Csocsitól, egyértelmű, hogy ő a legjobb választás, mert Hiddisang nehezen ölhető a végső képessége alatt, de ezzel az a baj, hogy ahhoz, hogy ugye Csocsi jó helyre érkezhessen, Hiddisangnak be kell rohannia a tövegben. És akkor kimarad hátul? Power of Evil-t vagy Warrazot védeni? Senki. Ezt látjuk, hogy ez mivel is jár, halállal jár, kérem szépen, és szomorúsággal és temetéssel, mert Power of Evil is majdnem belehal az egészbe, de Warrazz a szempillantás alatt eltűnt, oké, végső képességei, pontosabban idéző képességei bent vannak, nem is biztos, hogy volt neki akkor még, de ezt így nem szabad, mert Hiddisangnak vagy valakinek hátul maradnia kell, legalább egy sebzés hordozott folyamatosan védeni, és eldobálni, lekalapálni a ráérkező Froggent, de ráérkező Nautilus Dexter. Ó, Nipnek közben jó az elkapás. Micsoda felbőszítés, Nip pedig villan! De ez végső, végzetes hulláma az, ami letakarítja, tenger partjára sodorja majd Nipet, így meghalt. Emberelőnyben az Unicorns of Love, alsősínű Froggen most teleportál fel, Nautilus itt van, itt vannak, emberhátrány van, de itt vannak! Varázsodon megy, ott a puszpóz a sebesség, mégis jó. Ott a villanás Taun még Tebzre, Tebz egyszerűen berrobban. Dexter már villan, Csacsi pedig még pászban lehet, de Froggen a következő célpont, Csacsi meghal. J-ba pedig lefejeli a villanással a falat, így 2-1-es, most összességében 3-1-es erre is jöhet a Gubó Kikisztől. Jó Froggenre a Gubó, Froggennek meg kell halnia, és összességében 4-1-es csere, csak már teléletni. Így van, és lehet a Baron Nashorra fordulni egyből, bár sújtása van még az Elements csapatának, bármikor érkezhet Evelyn, viszont ez elmondható egyelőre a Unicorns of Love-ról, csak náluk Power of Evil a középső ösvényen rendelkezik ezzel, ott pedig a mindent látó őrszemnek köszönhetően már most látják Dextert, hogy ő bizony itt van, látjuk. Jó, nem jó halál a zsítélet, ez a Baron Nashor pedig elhozható lehet, Dexter pedig van rajta, Benzsik fájta, jön a teleport, na most mi lesz, meghalt Dexter idő előtt, te atya úristen, meg a Baron Nashor elhoz a Power of Evil, vannak viszont villan, de meg fog halni. Elég! Nip szintén meghal! Mit playelt most Power of Evil, és még mindig megy! Puskából lőtti ki! 3-3-9-es Kikis pedig nem a sújtása, mert igazából sújtása kiment, de Power of Evil hozta el végső képességével. Itt láthatjuk, hogy mi történt. Öten bent állnak a Baron Nashor helyén. Látják, hogy Dexterin a vadászaton képesség megy, és Tebzet sikerül elkapni egy villanás felbőszítés kombóval. Szintén a fellökés jó, a vasmacska kevésbe lehet fejezni. A legnagyobb sebzés hordozók Dexternek ki kell villanni. A Csacsi bajban még ott el is villan, nem villan el végül, csak J-Wow az, aki az arcával bele a falba úgy, ahogy kell, és itt Hiliszang megint csak egy gyönyörű kombó a villanásával együtt, a kupon még szintén jön, és itt még Kikiszre ráfordul, majdnem sikerül befejezni, de a sebzés kevés, utána pedig már a Baron Nashor környékén a harcot megnyerte ismét a Unicorns of Love, rengeteg gyilkossággal, és Baron Nashorra egészültek ki. És ugye most már ez a pár gyilkosságnak köszönhető teljesen egál a gyilkosság aránya is, egy torony, és a pályán szerzett összegek az, amelyek miatt Unicorns of Love közel
5600-7000 aranyal vezet az Elemenccel szemben. Elhozta bosszúból az Elemenc a sárkányt, így a harmadik sárkányt szerezték meg, ezzel ők kiegészülnek plusz mozgási sebességgel, de baronnasor még csak, hogy most lesz majd kifejtve, és most lehet tornakat döntögetni és ráerőszakolnia magát a Unicorns-at annak az Elemenccel, de Dexter pedig jönne hátulról fentre, de a felbuffolt minionokkal nehéz, minden még fogja hátul, próbál jó a végső képesség, Bauer-ra bívültő két ember talál csak el, J-Bow még bírja. Egyik sebzésfaktort sem találják. Dexter nem tud hogy bejönni. Jó a vasmacska csacsitól, de három embert felbűn szintpuszban. Hiddingsan dobben még három, de belehal. Warnax pedig szintén belehal. Elszámolja magát a Unicorns, a Lavish Frogger. Jó bezavált ebből. 6-1-3-as most már Ryze. Hú, Debs de agresszív vagyunk. Máma! Power of Williams, van sebzése. Hát miért ne lenne? 3-2-es cserei. Végére. Ez szép volt, ahogy bement Debs, azt gondolta, hogy ez már itt meg lesz, elhozzuk még Power of Evil-t is, de nem. Itt jött a fekete leves, és be lehetett fejezni, jön is a visszajátszás. Sen a felső ösvényen volt, arra érkezett volna már Evelyn, de jó a lefogás Power of Evil-re Froggentől, a felbőszítés nincs jelen, jelenleg még. A Kikis megy be, Hillisang elővétben szintén, Csacsi meg most érkezik, csak Power of Evil-re kiment közben. A mélységi roham, a vasmacska pont eltalálja a vízicsacsit a legtávolabb pontjáról, három emberes felbőszítés, jó a letaszított király kardja szintén kiment, és ott a feldobás, ami után be lehetne menni, de végül sikerül elkapni még Sivirt is, itt pedig mindjárt Tabs még látjuk villanni fog, ő nem tudta, hogy ott van még egy mindent látó őrszem, az viszont ott volt a gyógyítás kevés, és be lehet végül fejezni, Power of Evil pedig még egy csújtással fel is gyógyította magát a sütjárásban. Semmiképpen se halsom meg abban bizonyos dotban. 14-15. És hát Power of Evil 607-es. És ahogy ti is írjátok, igen, Power of Evil tennap sem halt még meg. És még ma sem halt meg. Ha Power of Evil nem fog meghalni, akkor Power of Evil az Isten. Hát halhatatlan. Hát ez nem így megy. Ho-ho, Dexter közel baj van. Nem, Dexter nincs baj van. Dexter elég hamar kivégezik, nem szenvedett sokat. Ettől függetlenül a felső esélyen jönnek a minionok, Baron Buff még éppessége, pontosan már nincsen, de ez a torony dönthető, Shinisan pedig lentről fedezi, hogy jön-e Elements játékos, vagy nem jön. Egyelőre nem jön. Az alsó ösvény is jönnek már a minionok ezerre, figyelnie kell lassan az elmeszik az alsó ösvényre is, de egyelőre nagyobb probléma, hogy a felső ösvényen a tornyot veszélyezteti a Unicorns-ok lapcsapatot. Zsébába kéne jó vasmacskával kezdeményezni ahhoz, hogy Unicorns-ok lehet büntető legyen. Hiriszen nem a jó cél, van neki töretlen akarata van, már el is nyomta, biztos, ami biztos. Közben az alsó ösvény is megy raklapnyi minion, és vasmacskával goldlő Zsébába 4 ember közé 20. Az öt ember közé, sőt lehet J-Val, célpont J-Val, mi az Isten kap, Kikis fejezi le, Kikis még fordul Tebzre, jó a gubó, jó a halálos ítélet, és Tebzet pedig Power of Evil snipe-olja ki, hát Vasili Zajce van ebben a német fiúba, Kikis pedig jön még ki hátra, Dexter pedig el lett ütve, dől még egy torony, ez viszont már inhibitor lesz. Nem csak itt, hanem az alsó ösvényen is valószínűleg, ugyanis a tornyot már a minionok törnék be, fordul át erre a Unicorns of Love csapata minden bizonnyal, de lehet, hogy erre sem lesz szükség, mert a minionok ezt befejezik. Az inhibitor talán el lehetett volna hozni, én úgy gondolom, de biztonságra utazik a Unicorns of Love csapata, letakarítja a dzsungelt, megy haza, és utána lehet majd érkezni a teleport, pedig már jön a középső ösvényre Ryze. Csak bedől az a torony valahogy, Froggen pedig nagyon jön, Power of Fear nagyon be akar valahogy büntetgetni, Csacsi azonnal reagál rá a teleportra, de nem is volt már rá szükség. Ezek a kólok azok, amin annyira kíváncsi, hogy hogy érkezik meg, és milyen kavalkádban hallja meg ezt ez a vízicsacsi, mert hasonló kommunikációkkal vannak problémák általában, és elvileg a Unicorns of Love-nál mondta ezt Kikiszt. Bár azért itt ne felejtsük el, hogy ezt a fajta témát csak Kikiszt szájában hallottuk, tehát hogy mi az igazsága, sajnos nem biztos, hogy az, amit Kikiszt leír, de teljesen mindegy, egy perc múlva lesz sárkány, másfél perc múlva pedig Baron Nashor. Nagyjából egy időben fognak feléledni, úgyhogy érdekes az, hogy melyik csapat melyiket preferálja. Elvileg a baronnasor az, aminek mindenképpen első számú célpontnak kellene, hogy legyen,
de a sárkány is jó választás lehet, megfelelő sorrendben, megfelelő pozícióval kell ezt kihasználni, és érdemes megemlíteni, hogy az alsó ösvényen bedölt az inhibitort védő torony, ami azt jelenti, hogy oda Shen bármikor érkezhet inhibitort fenyegetni, és kialakult az a hidegháború a baronnasor környékér, amikor is Shenre vagy mész vagy, nem a mélységi rohan pedig meg! J-val pedig mindenki kiszemelte magát vala, Nip pedig hátul kap, hogy adag sebzés Power of Evil-től, de ez még önmagában kevés. Hát a kezdeményezés kijött, viszont a Froggen most hazamegy, akkor neki teleportja nincsen a Froggen bácsinak, tehát Max úgy tud valahogy kiérkezni, hogy nem is tudom, de az inhibitor a célpont, csacsék már jönnek, mindent ott maguk mögött hagyva, plusz támadási sebességet, ott közben még ugye valahogy Power of Evil Dexter megint fel lesz robbantva idő előtt, nem felrobbant Tabs! Dexter pedig már villani kényszerű, Kikis nézd, hogy megy előre! Hát nézd meg, hát Kikis meg van őrülve, hát még csacsi! Jó, a felültés Irisanktól meghal Dexter, Froggen pedig bajban lehet majd, először Vornax fog meghalni, valószínűleg nem Vornax még mindig ilyen, Jaya a célpont, nem ki a célpont, Froggen a célpont, nem, legyen Nip a célpont, mindegy, csak halljanak már meg, nem hallak meg, nem elég az a sebzés az ezeri végső képességből, és már csak a Nexus a célpont, jó a csacsi felbőszítés, és egyszerűen nem volt már mivel foglalkozni, csak azzal, hogy dőljön be a Nexus Unicorns Apulába. Igaz, gyilkosságban nem mindig és nem végig, de aranyban és mapkontrollban vezettek. Végig a tornyokat hozták egymás után, és ölelkeznek. Egyből ott a felkiáltás Kikis utolsó mérkőzésén győzedelmeskedett a Unicorns Apulába csapatában. Itt mindenki érkezik a pulcsiba, pólóba, készfogása az Elementszel szemben. Szépen felépített volt a Unicorns of Luck csapata, a csapat harcokban nagyon jól teljesítettek, el tudták kapni Tabs-et, tudták, hogy ha elkapják Tabs-et, akkor ott van minden esélyük. Rajta volt letaszított király kard és szellemkard is, így megvolt már a támadási sebessége arra, hogy a méreg jelzőket gyűjtögesse az ellenfél játékosain, és láttunk olyan csapatharcot, ahol nem kapták el Tabs-t, és mi történt? Két sebzés hordozót a csata legelején azonnal kiszedett, és 4-3 ellenében tudott csak cserélni a Unicorns of Love negatív 6-ot, itt pedig Sheepy és Kikis. Ez szép, ez kellett a vége, még engem is kirázott valahol a hideg, de ez azért egy szép búcsú. Tehát azért reménykedtem benne, hogy Kikis most nem lesz annyira greedy, mint szokott, mert azért is szereti néha a játékát, mert néha nagyon nagy halottként játszott, de bejött. Volt, amikor bejött, és nem is egyszer, de a búcsú mindenképpen egy szép jelenet ez, és valahol ezért szép az a sport, mert ilyen dolgok is vannak benne, és aki azt mondja, hogy az e-sport nem sport, az hülye. Na de ettől függetlenül ugye, nem tudom, hogy most milyen volt a mic check, milyen volt az élmény, amit Kikis még itt átélhetett. És hogy ilyenkor azt mondjuk, amikor meghoz valaki egy döntés, és lehet, hogy pomos javul minden, de a döntés már megjött, megszületett, így Kikis mindenképp távozik jövő hét a Unicorns of Love-tól is. Várjuk, hogy amiről az Analyst Desk is beszélt a szünetben, hogy elvileg Dan érkezik, hát mi mindig azt mondom, hogy hiszem, ha látom, és hiszem, ha ott van bent Unicorns of Love-os előtaggal majd a névsor olvasásnál. Mint a suliban. Jelen lesz jövő héten, hogyha őt választja ki a Unicorns of Love csapata, de mint mondtuk, erről hivatalos közlemény még nincs, csak találgatni tud mindenki. A Unicorns of Love viszont gyönyörűen teljesített a mai mérkőzésen, 2-0-ban zárták a hétvégét. Nagyon régen nem zártak ilyen hetet. Nagyon régen nem. Igen, és nem csak azért, mert két győzelmet hoztak el. Az egy dolog. De viszont hogyan? Tehát az, amit csapatmunkában tudtak nyújtani. A tegnapi napon nem győztük dicsérni, hogy mennyire egyben voltak. És igazából ez a mai napon sincs másképp. Szépen felépítették a csapatot, ki, hogyan, mit kell csinálnia, kit kell elkapnia. Jó volt a kommunikáció, és még akkor is, mikor úgy nézett ki, hogy az Elements előnyben van, ráültek a felsősvényen csacsira, két gyilkosságot elhoztak, utána a csapatharcban is még ők tudtak jobban cserélni, nem esett össze a csapat, tudta mindenki, hogy mi kell ahhoz, hogy megnyerjék, és együtt hozták össze. És mi pedig ezzel a lendülettel a szót visszaadjuk az Analyst Desknek, hát ha valami okosabbat ott is mondanak még a fiúk, lányok, hogy mi is okosabbak lehessünk, és még egyszer sok sikert Kikisnek, ez egy szép kilépő volt. Ti még nem mehetek sehova, de még van két meccsünk is, a hét meccse még csak most jön a Fnatic, Orihen meccse, szóval senki, aki elmegy, az nem jó. Na, sziasztok! Az a fej, az mi volt? Hát mérgesek vagyunk. Na jó, adjuk vissza a szót inkább.
Smart conversations run double stealth to set up very easy flanks. You have Nautilus